Harmadik Károly lesz a 40. uralkodó, akit 1066 óta megkoronáznak a Westminster Abbey-ben, egy több mint 1000 éves hagyománnyal rendelkező ceremónia keretein belül. A szertartás első lépéseként Károlyt bemutatják a népnek, mely hagyomány az angol szász időkig nyúlik vissza, eközben a király a 700 éves koronázási szék mellett áll majd. Károly az Abbey mind a négy oldala felé megmutatja az arcát, majd vitathatatlan királyként kiáltják ki, mielőtt az egybenjöltöket felkérik, hogy mutassák ki a hódolatukat és szolgálatukat az uralkodó felé. Ezután következik a királyi eskütétel, majd a király felkenése, melyet a közvetítések nem mutathatnak majd a szentséges mi volt miatt. Következő lépésben Károlyt megkoronázzák a Szent Edvárd koronával, ami után 2 perces harangszó csendül, amit az ország több pontján díszlövések is kísérnek majd. Végül Károly elfoglalja a trónját, fia Vilmos hűségesküdt tesz neki, majd pedig Kamilla királynét is megkoronázzák egy egyszerűbb szertartással. A koronázástól szóló teljes videót pedig a csatornámon találod.